Én azt gondolom, hogy az, abban az irányba megyünk, amikor a bevételeknek a növelése, illetve a ezzel párhuzamosan bizonyos költségelemeknek a csökkentése az egész egyszerűen kötelező jelleggel tolja abba az irányba a piaci szereplőket, és nem csak a média látokat, hanem nagyjából mindenkit, hogy keressék az együttműködési lehetőségeket, mert és a szinergiákat ezekben az együttműködési lehetőségekben, mert csak így tartható adott esetben egy-egy vállalatnak a profitabilitása. Nyilván ez minden egyes részterületén a piacnak kérdés, illetve valamilyen szinten stratégiai kérdés. Tehát van olyan együttműködés, amit én azt szoktam mondani, akkor megkeresnek bennünket, hogy nem, mert azt gondolom, hogy az együttműködés nem arányos, és valaki üzletet akar építeni a ringje hátán. Nagyon sokan keresnek meg bennünket különböző együttműködési lehetőségek, és akkor az embernek mindig el kell rajta gondolkodni, hogy adott esetben mondjuk másik médiavállalattal, akikkel egyébként bizonyos részterületén a piacnak konkrétan elharapjuk egymást turkát a nagy tülekedésbe a bevételekért, más területeken meg úgy néz ki, hogy csak akkor tudunk mind a ketten létezni különböző piacokon, vagy akkor találjuk meg Isten igazából a számításokat, hogyha egymást támogatva lépünk föl, mert két különböző szegmensben levő vállalat között is az együttműködés, az lehet pillanatnyi, sok pénz, lehet rövid távú, még több pénz, vagy lehet hosszabb távú, amikor azt mondjuk, hogy ez nem csak azért csináljuk, mert pénzt hoz, hanem azért, mert adott esetben mind a két vállalatnak a fejlődését segíti. Sokat lehet belőle tanulni, vagy adott esetben hasznos